A magyar nemzetiségű Kremesni Gergely és ukrán nemzetiségű felesége 2011-ben Ungváron szereztek egyetemi diplomát. Először Magyarország felé orientálódtak, majd nem sokkal később, 2012-ben Dunaszerdahely került képbe. Hazimbarcikán dolgoztunk majd egy évet. Úgy hozta a sors, hogy ott nem tudtunk érvényesülni, vagy nem annyira, amennyire szerettük volna, és ezért ide Fölvidék felé kacsingattunk, vagy ide kerestünk állást. Fontos számomra, hogy magyar ajkú közösségbe kerülhessek, mivel magam is Ungvára származom, a magyar családból. A másik nagyon fontos szempont, hogy a feleségem ugye mint ukrán anyanyelvű, tehát sokkal könnyebb ukránként megtanulni egy szlovák nyelvet, szláv nyelvet, mint ukránként érvényesülni Magyarországon, és olyan szintre megfejleszteni a magyar tudását, hogy az elégséges legyen, és érvényesülni tudjon. A feleségem anesteziológus, én sebészként dolgozom, rengeteget tudok itt tanulni a tapasztalt idősebb kollégáktól. Mindenki segítőkész volt, hogy könnyebben tudjunk beilleszkedni. Mindenféleképpen jó döntés volt. Tehát mind a család része, mind a feleségem része, mind a otthoniak is támogatják ezt a döntésünket. Lakást vásároltunk, családot alapítunk, tehát szeretnénk tovább bővíteni családot. You can see. So it's very interesting. Let's have a look. 50 meters up the air, okay? Az erdélyi Désről származó Klőr Levente éppen angol órát tart a Szabó Gyula 21 szakközépiskolában, ahol hosszú évek óta dolgozik. Dunaszerdahelyi párjával 2002-ben kötöttek házasságot. Rövid ideig Erdélyben is éltek, de a román bürokrácia útvesztői miatt 2004-ben városunk mellett döntöttek. Ma már két iskolás fiúk van. Nem volt egyszerű kezdetben, teljesen más világ mondhatni, ha az erdélyi világgal hasonlítom össze az ittenit. Nagyon nehezen szoktam meg azt a rohanó tempót, ami itt volt, még akkor is, nem beszélve a mostani időszakról, amikor még gyorsabbá vált a világ, és nem akartam én fölvenni ezt a tempót semmiképpen sem, hanem azt szerettem volna, hogy megtartsam azt a nyugodt életet, amit ott éltem ugye Erdélyben. Igyekszem ténylegesen ugye megtartani ezt a nyugodt életvitelt, és ezt szeretném továbbadni gyermekeimnek is. Én nagyon fontosnak tartom életemben az emberi kapcsolatokat, azt, hogy megálljunk, azt, hogy beszélgessünk egymással, egy jó szó, egy ölelés, egy kézfogás, egy mosoly, és már mindjárt más a napja az embernek. Nagyon sok barátra leltem itt Csallóközben és Dunaszerdahelyen egyaránt. A feleségem szokta megjegyezni, hogy több barátod van megismerősöd, mint nekem, akit éltem le egész életemet eddig. Klőr Leventét aktív emberként ismerik. Az iskolában közreműködött a Rákóczi Szövetség helyi szervezetének megalapításánál. Emellett jótékonysági rendezvények szervezésében és a bűnmegelőzési program koordinálásában is részt vesz. Próbálok a közösségért tenni, próbálok az iskolában a diákokat olyan útra terelni, és olyan értékekre rámutatni, amik fontosak lehetnek az életükben is. A pedagógus úgy véli, hogy a különböző országokból származó magyarok gond nélkül megtalálják a közös hangot. Egyik kisebbségből a másikba keveredtem. Ami minket összeköt, az a magyar szív. A magyar nyelv, a kultúránk, a hagyományaink. És ha együtt gondolkodunk, és ha teszünk is egymásért, akkor én szerintem a jövő úgy tűnik, hogy jobb lesz. Kremesni Gergely és Klőr Levente ma már Dunaszerdahelyen is otthon érzik magukat. A Csallóköz fővárosában mindketten megtalálták a helyüket.